gyors helycserés támadás itt az asztalnál. Gyöngyös Márton, a vendégem. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Hát ugye, ha már Niedermüller Péterrel is értelemszerűen azért itt az EP kampányban a kampány üzenetekről beszélgettünk elsősorban, akkor önnel is hadd kezdjem ezzel. Azt nyilatkozta például Balczó Zoltán, a Jobbik Európai Parlamenti képviselője, hogy Manfred Weber és a néppárt letette a voksát egy szuper állam mellett, az Európai Egyesült Államok mellett, amit 5-6 éven belül létrehoznának. Akinek ez nem tetszik, fel is út, le is út, mármint idézi Webert, és azt is üzente még a csúcsjelölt, hogy a nacionalisták az ellenség. Igazából a Jobbiknak mi az, amit egyértelműen képvisel? Tehát az Európai Egyesült Államoknak a képe az önöknek nem tetszik, de az a valamelyes nacionalista álláspont sem, amely mondjuk a Fideszé nagyjából. Hol van az önök útja ebben? Hát először is ugye ez a kontextus, amiben ez elhangzott, Manfred Webernek a megállapításai, az ugye egy kampányító rendezvényen hangzott el Athénban, és ezt ugye mindig a helyén kell kezelni, ezeket a megnyilatkozásokat, hiszen most Manfred Weber arra tesz kísérletet, hogy ugye mint spitzenkandidát megnyerje nem csak a saját pártcsaládjának a támogatását, hanem ugye baloldali liberális pártoknak a támogatását is ugye ehhez a magas poszthoz, amit ugye megcélzott, és ő most ugye próbálja megtalálni a közös nevezőt, és ezt szerintem így kell értékelni egy kampányban ezt a megnyilatkozást. Én alapvetően úgy látom, hogy valóban van egy föderalista törekvés az Európai Unión belül, és van egy olyan koncepció, amelyik alapvetően a nemzetállamoknak a lazább szövetségére épülne. Ugye ez az a két fő koncepció, ami vetélkedik egymással ugye a II. Világháború óta, vagy amióta az Európai Unióról beszélhetünk. De én úgy gondolom, hogy mind a kettő véglettel van egy icipici probléma. Ugye a föderalizmussal alapvetően az, hogy nincsen közös európai identitás. Ugye nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mi az, amiben portugálok, írek és magyarok, görögök mondjuk egyetértenek, mi az a közös nevező, ami őket összehozza egy platformra. Tehát ez az identitás vita, ez még nem zajlott le, az Eurovíziós Dalfesztivál az még nem nevezhető mondjuk egy identitásképző elemnek. Tehát ilyen értelemben az identitás még hiányzik egy nagy föderációhoz, ami minden föderációnak az alapja. A nemzetek, tehát a ilyen bezárkózó vagy szuverenitást végletekig védő nemzetállami koncepció, meg ugye ott hibázik, hogy a globalizáció az meg már alapvetően számtalan olyan kihívás elé állított bennünket, amelyeket nemzetállamok egymagukban nem képesek kivédeni. Itt van például a migrációnak a kérdése, itt van az elvándorlásnak a kérdése, ugye az alacsony bérek miatt vándorolnak el a perifériáról a központi államok felé, a magyar állampolgárok is, meg a magyar munkavállalók is, itt vannak a környezetvédelmi kihívások, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek nem teszik azt lehetővé, hogy egy nemzetállam egyéni stratégiákra építsen, hát még a migráció ellen sem tud Magyarország egymagában küzdeni, kell egy közös európai koncepció. Mi ezért mondjuk azt, hogy valahol a kettő között kell megtalálni az egyensúlyt. Én például konkrétan úgy gondolom, hogy egy konföderáció lenne az, ami az Európai Unióra egy ilyen sokszínű entitásra ráhúzható lenne, ahol a nemzeti szuverenitás sem sérül bizonyos kérdésekben, és megtaláljuk azokat a közös ügyeket, amelyben pedig egy magasabb intézményhez delegálunk bizonyos jogköröket. Én értem, hogy a két út közül nagyjából önök egy ilyen középutas álláspontot képviselnek, de hogyha pártpolitikai érdekeket nézünk, ez vajon a szavazóknak mennyire válasz az ő kérdéseikre? Mennyire van egyértelmű stratégiája a Jobbiknak, amely miatt úgy döntene egy szavazópolgár, hogy a Jobbikra szavaz az EP választáson? Hát, nézze, mi úgy gondoljuk, hogy alapvetően az európai parlamenti választásokra készült programunkban meghatároztuk azt a 3+1 nagyon-nagyon fontos ügyet, amelyben minden választópolgárt meg tudunk szólítani, és amelyben értelmes európai vitát lehet folytatni az Európai Parlamentben a következő években. A migráció kérdése, az elvándorlás kérdése, ugye a béruniós kezdeményezésünk, például nagyon örülök, hogy Niedermüller Péter is felmondta a béruniós kezdeményezésünknek a fő tézisei. Igen, a bérunió az tényleg valóban eredendően legelsőként ezt a Jobbik hangoztatta, de ha már ezt említi. Ahhoz, hogy a bérunió létrejöhessen, ahhoz azért valószínűleg a tagállamoknak a jelenleginél szorosabb együttműködésére van szükség, abszolút. Mondjuk az Európai Egyesült Államok elképzelésére nagyjából. Nem feltétlenül, mi ugye azt mondtuk, hogy van egy probléma. Az Európai Unió az egy közös gazdasági térként határozza meg magát, ugye nincsenek határok gazdasági értelemben, a munkaerő szabadon áramlik, a tőke szabadon áramlik, és ennek van egy nagyon
tragikus következménye, hogy a perifériáról, és ez nem csak egy speciális magyar ügy, az egész periféria ettől szenved, hogy a képzett munkaerő elhagyja az országot. Pont tegnap látott napvilágot egy elemzés, miszerint a diplomások Nagy-Britanniába, a szakképzett munkaerő meg Ausztriába vándorol el Magyarországtól. Ez egy elképesztő veszteség. Társadalmi veszteség, demográfiai veszteség, és egy elképesztő gazdasági katasztrófát vetít előre Magyarország számára, de egyébként a periféria országai mindettől küzdenek. Az Európai Unión belül van a kohéziós politika, amely alapvetően a fölzárkóztatást célozza, vagy ezért van kohéziós politika, lehet, hogy nem a pénzeknek a ellopásán, és nem a rossz helyre való befektetésén kéne ügyködni, hanem megtalálni azt, hogy ezek a kohéziós pénzek hogyan tudják a bérfelzárkóztatást szolgálni, mint célt. Mi ezért mondtuk azt, hogy itt alapvetően a kohéziós politikának a reformjáról lenne szó, és itt Magyarországon pedig a korrupciónak a felszámolásáról, ami a versenyképesség egyik legnagyobb gátja. Igen, de ehhez ugye arra lenne szükség, hogy valamilyen formában kikényszeríthető legyen például az, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakozom Magyarország, hiszen jelen pillanatban Magyarország dönt erről. Ha lenne valami olyan kényszerítő erő, nem tudom, hogy ez elve lehetséges-e, de ha lenne, akkor kénytelenek lennénk hozzá csatlakozni. Az oldhatna meg ilyen kérdéseket. Természetesen hát nem véletlenül, ugye a Jobbik az két polgári kezdeményezés mögé állt be, ugye a béruniós kezdeményezés az a miénk volt, európai polgári kezdeményezés, annak mi voltunk a motorja. Most ebbe az Európai Ügyészséghez való csatlakozás ügyében ugye van most egy polgári kezdeményezés, amit nem mi kezdeményeztünk, de van egy aláírásgyűjtés, ugye van egy aláírásgyűjtés, ami semmilyen kényszerítő erővel nem bír majd a kormányra. Kényszerítő erővel nem bent. Kétségtelen tény, hogy ez csak egy javaslat, amit majd az Európai Bizottság megfontol, de én úgy gondolom, hogy azért, ha a magyar választópolgárok azt látják, hogy a magyar ügyészség és Polt Péter még akkor sem üldözi a korrupciót, hogyha az Olaf, nevezetesen az Elios Innovatív ZRT esetében leteszi egy konkrét korrupciós ügy kapcsán a tényeket és a bizonyítékokat az asztalra, és Polt Péter ezzel a stóccal, amin ott vannak a bizonyítékok, besöpri az egész ügyet a szőnyeg alá, és azt mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló, és lezárja a nyomozást, meg még a vádat sem emel, és lezárják a nyomozást bűncselekmény hiányában. Szerintem azért a legtöbb választópolgár elgondolkodik azon, hogyha a magyar ügyészség Orbán Viktor korrupciós ügyeinek az elfedésében érdekelt, akkor lehet, hogy jobban jár, hogyha egy olyan magasabb szervhez fordul, például egy európai ügyészséghez, amely legalább az Európai Uniós források esetében üldözi a bűncselekményeket és felderíti a korrupciót. Szerintem ez mindannyiunknak az érdeke, hiszen a mi pénzünkről is van szó. Tehát ez a nyilván magyar választópolgárokat célozná ez a sok forrás, nem pedig Tiborcz Istvánt és a Fidesznek a haveri köreit. Nyilvánvalóan azt sokan értik a nézőink közül, hogy önök miért kritizálják a Polt Péter vezette ügyészséget. Csak pont ezek a témák, amiket önök említenek. Ugye az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, a kivándorlásnak a témája, amit a Bérunióval lehetne megoldani. Tehát pont az önök számára fontos témák olyanok, amelyek jelenleg nem kikényszeríthetőek, csak akkor, ha van egy sokkal szorosabb együttműködés a tagállamok között. Ezért próbálom kutatni, hogy önöknek vannak céljaik, amelynek az eléréséhez viszont egy szorosabb szövetségre van szükség, amit viszont önök elvetnek. Nem, tehát nem feltétlenül. Ügyek mentén, tehát mi ügyeket látunk. Tehát mi azzal nem tudunk egyetérteni, hogy hozzunk létre egy nagy szuperállamot, és akkor majd utána eldöntjük, hogy akkor abban majd hogyan működik, meg a nemzetállamnak mennyi mozgástere lesz. Mi azt mondjuk, hogy ügyeket határozzunk meg. Ilyen kérdés a migráció, ilyen kérdés az elvándorlás ügye, ilyen a etnikai kisebbségeknek a autonómia ügye és a kollektív jogoknak a garantálása. Ilyen lehet mondjuk a közszolgálatiságnak a védelme, amelyet jelenleg nem véd semmi, és így fordult elő az, hogy a közszolgálatiság az egy egypártrendszer kiépítésének lesz az egyik fő eszköze. Tehát ezek azok az ügyek, amelyeket mi meghatároztunk, és amelyben igen, nemzetállamok fölötti összefogásra hívunk fel. És erről szól szerintem a jövőnek az Európája is. Ezeket az ügyeket kell meghatározni, és ezekben az ügyekben például igen, én kész vagyok egy sokkal szorosabb együttműködésre, mint ami jelenleg létezik az Európai Unióban. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, és elmondta véleményét. Köszönöm a lehetőséget.